Üdv mindenkinek! Team Fortress 2, és megint nem vagyok egyedül, mert az túl egyszerű lenne. Hát, ja. Igen, úgyhogy már megint itt van, és már megint el fogja mondani, hogy mennyire szörnyűségesen, rémesen játszom. És szörnyűségesen és rémesen is fogok játszani, mert... hát szerintem akkor játszottam ezt utoljára, amikor felvettem belőle, ami nem ma volt. Steam tanulsága szerint 2 hete nyitottam meg utoljára a játékot, akkor is csak azért, hogy megnézzem, hogy fut az új gépen. Hazugság. Hazugság az egész. Ugyan miért lenne az? Hát, csak úgy, hogy legyen mire fognod, hogy... Tati ja, most vagy. Igen, nyomkodom a gombokat, és azt sem tudom, mit csinálok kb. Érzem, hogy ez itt... Jaj, de jó, leszúrtam valakit, aki übercsárcsolva volt, aztán egy snipert a hátán a Razorback-kel. Ő vagy? Nagyon jól csinálom, igen, már most látszik, hogy hozzáértésem az egekben. Nagy sebességgel süllyedek vissza a legnúbabb noobok szintjére, hölgyek, urak. Úgyhogy türelmeteket és együttérzéseteket kérem. Míg megtanulom újra a műsor idevágó elemeit. Szervusz! Engedelmed elején szeretnék még némi... Ó, oh, miért érzem azt, hogy nem haltál meg valójában? Mi történt? Volt egy érzésem, hogy csak deadringereztél, mert néztem, ahogy beesett a hullád mellém, de mi azt elmondhattam volna, egy Pyro CD égetett. Hány kém van nálunk most? 4. Csak! Gyeretek segíteni, toljuk a kocsit. Igen, ez általában problémát szokott jelenteni az átlagos portresztezőnek, hogy a Pyro. Ő az a gyerek, akiről beszéltem. Mármint, hogy a... Elszállt rajongóim egyike? Hát az egyik, igen. Igen. Sok szeretettel üdvözöllek titeket egyébként, tehát nincs harag. Csak mókás néha. Ide van egy idáig, hogy azt utálom, és ez az egyik probléma, hogy végigkövetnek a fél pályán. Sokkal nagyobb probléma azonban, hogy valahogy mindig, amikor át akarnék váltani később pisztolyra, sikerül a Disguise menüt előhozom. Talán jól lenne észre tartani, van ez a gomb, ami az előző használt fegyvert előveszi. Tudok gratulálni. Igen. Kicsit túl sokat Counter-Strike-oztam, van egy ilyen érzésem. És mint elképzelheted, az még ennél is szarabbul megy. Hát, az már meg áll lehetetlen. Ó, és azt csak hiszed. Én mindig alul tudom bújni magamat, ha FPS-ekről van szó. Ezért is gondolom, hogy több stratégiai játékot kellene felvennem, és akkor jobban néznek ki, amit csinálok. Igen. De már, hogy... Na. Bár úgyis benne lesz a videóban, azért kommentálhatnod, hogy mit ügyködsz. És kis tartalma legyen az egésznek. Kedves drága tuja állandóan megöl, és utána mind nagyon elégedetten emelgeti a lángszóróját. Hát már viszont... Kill! Igen, viszont legalább végre megöltem valakit, úgyhogy úgy érezhetem, mint aki csinált valamit. Ügyes vagy. Ugye? Büszke vagyok magamra nagyon. Már nem vagyok kill szűz. Ó. Oh. Nem tudom, ezt a szót is ritkán hittem, hogy hallom valakinek a szájából. Nem tudom, emlékszel erről a nagyon katasztrofális reklámra, hogy én is gyantra szűz vagyok. Jaj, ne. Jaj, de. Jaj, ne. Jaj, ne. Jaj, de bizony. Oh. Mit szólnál, meghalnál, amikor a... Jaj, meghal, de nem sok közön volt a dolgom. Köszönjük a bejelentést. Nem öltem én meg senkit, egy... Majd halál szélén álló pyrót nem sikerült eltalálnom, mert ha eltaláltam volna, akkor most nem lennék halott. Valaki más már a halálom után elvégezte a munkát. Hát azt hiszem nem végeztünk, mi viszont nem végeztünk jó munkát. Hát az egyszer úgy. És szerintem azt mondja, nyertem. De bazd meg, mit nyertél? Egyrészt talán inkább nyertünk, nem? Jó, biztos én vagyok nagyon szigorú.
De valahogy nem értem, hogy ezt... És elkezdenek rajta vitatkozni, hogy melyik őjük nyert a csapatjátékban. Ne, neked ne pofázzatok, ne pofázzatok, kérlek szépen titeket, ne. És így mindannyian elkezdtek... Múlthogy le mindenkit is megvan azzal. Hát meg fogom csinálni egyes, hogyha muszáj leszek, csak ez egy kicsit babra munka, és szeretném elkerülni, ha választhatnék. Hát most... 23 embert nem olyan nagy meló nem úton. Hát, de ha nem muszáj, nem macerálnék vele. Na, én ilyenkor ezt szoktam csinálni, hogy beülök a híd alá. És innen nézem. Nem, mert ki tudok jönni, hogy fejem kint legyen, és... Ha nem is a rakodópart alsó kövén ülve, de nézem, hogy hogy úszik el a nagy büdös semmi ezen a folyón. Betázol egy kicsit. Hát, ilyen. És nem létező műveltségemet hitoktatom, tudod? És még 21-20 másodperc, amíg itt halálra unjuk magunkat. Spike-ért kevés unalmasabb dolgot tudok elképzelni, a setup time-ot. Miért jöttél? Miért jöttök mind ide? Hát, nem is tudom. Nem lesz kicsit látvány, átlátszó, hogyha itt hárman kijövünk a híd alól, mint nem tudom, mocsári szörny. Tudtad, hogy lehet azt is megcsinálni, hogy nem enemy-ként diszkázolunk, hanem tudom. Friendly-ként? Tudom, köszönöm, mert lusta vagyok. Igen ez. Ez egy nagyon kis életveszélyes játék, amit játszom, és nem tudom, miért kezdtem el játszani. Miért harcolok itt mindenkivel a víz alatt? Ez egy olyan kérdés. Ó, ha tudnék célozni. Nem. Nagyon sok, minden nem fogod, nagyon sok mindennek nem fogod megtalálni, miért értem, amit én csinálok ebben a játékban. Ez a pocsék, hogy a CSGO-ban meg megszoktam a nagy... tűzgyorsaságú fegyvereket, és erre itt szarakodhatok egy revolverrel. Mert minden tiszteletem a Enforceré, nem azt mondom, csak... teljesen el vagyok szokva. Kipaszott tőle. Nem jár egy cseppnyi tisztelet se. Meg is az én részemről. Na, legalább valakit megszabadítottam az életétől. Nem kell magam... Hello! Ow! Én vagy 820 pyro, és még 2-3 pluszban. Valószínűleg azért, mert a mi csapatban most jelenleg 5 kém van. Akkor ez ugye kereslet és kínálat. Ne dobálózz, meg... Itt hogy... Hey, hello! Miért vagy nekem átszázva, és miért vagy egy kurva egyértelmű Deathringer? Mondja a másik Deathringer bajnok. Hello! Igen, ráadásul még hagytam is, hogy megöljön. Ja, Istenem. Nem, hát olyan, mint az új Arnold Schwarzenegger film, hogy szar, mert ezer éve nem csinált ilyet, és még öreg is. Én is kiöregettem a Team Fortressből, és már nagyon régen nem játszottam, úgyhogy ez egy hát ilyen... katasztrofálisan rosszul fog venni, ezt tudhattátok előre. Mintha eddig nem ment volna. Eddig legalább eljátszhattam, hogy valamennyi kompetenciával rendelkezem. Nézzél már rá, hogy a tabra véletlenül. Mondom, eddig eljátszhattam, nem mondtam egy szóval sem. Mondom, nézzél már a tabra véletlenül és hogy mennyi spi van. Mondtam, hogy van vagy 5. Az előbb legalábbis annyi volt. Négyet mondtam az előbb. Négyet mondtam? Biztos vagy te ebben? Ja, nem tudom, hogy is érdekel igazából. Én... Na, hát akkor meg neked, kéretik nem okozni. Most az érdekelni azért, hogy hány van, hány darab. Én úgyis az veszek, hogyha azok. Van 5 spy és 3 heavy. De sikerült megtalálnunk az egyensúlyt, azt hiszem. Szerintem is. És persze hozzá nulla meddig. Ja, persze az a legjobb. Én gondolom azt, hogy te nem futnál. Mi kéne? Mi az Isten nyavajáért futsz te a mi bázisunk felé? Meg voltam róla győződve. Mivel arra ment egy piró. Elhanyagolható apróság. Rakétavetőz, de rakétavetőztél. Mondjuk, hogy miért késsel akartam szemből ledöfködni, ahelyett, hogy lőttem volna rá, az megint egy a világtörténelem örök rejtélyei közé fog tartozni. Meg hogy miért van ennyi sok szar csíra, még pusztán egyes piróval is? Hát az én eltávolításomban elég jó munkát végeznek, de az nem egy nagy eredmény.
Hát mivel nagyon nagy skill kell hozzá, tényleg. Semlegyen. Mire ahhoz, hogy az EV20-on menjezzen valaki? Ahhoz, hogy engem kinyírjon valaki. Ja, hát nem arról beszélek. Az most skill kell tényleg. Ezt mondom én is. Hát megint rossz izével vált a fegyvert. Na, azt én szerettem volna megcsinálni, amit ez a kedves kolléga tett, ezt a... Talán még a mostani halál szállamos állapotomban is megöltem volna azt a... Hé, hey, hó, szia! Köszi, hogy idejöttél! Ez hanyadik killed? Nem tudom, harmadik, negyedik? Jó se... az. Mondtam, én nem csinálom most jól a dolgomat, most se. Igen, 4-10, világ legjobb teljesítménye. Ez burner. Ugye meséltem a Valenes sztorit, na itt van rá a példa. Azt hiszem megtetted. Na. Már most is érzik. Már 6 fájunk van. 6. Jó az. 6. És normál esetben legalább mondhatom azt, hogy én elég jól csinálom, úgyhogy mindenki más abba hagyhatja. Vagy ilyen béna, miért állsz egy helyben? Miért hagyod, hogy megöljelek? És miért csináltam még ezt is olyan minősíthetetlen rosszul, ahogy csináltam egyébként? De hát nem baj, valaki meghalt miattam, és ez már önmagában jó hír. Ez már öröm. Igen. Itt nincs senki, de jó, hogy lejöttem erre. Hé, hey, szia Pyro, de jó, hogy látlak, és... Mi volt ez, hogy újra teljes életre jelent, miután tantolt? Biztos azért, mert végigjátszottam a játékot, de ez számomra furcsa. De nagyon spágyanús vagy nekem. Én kaptam a kilt ezért a pyroért, ez gyönyörű. Na, akkor én pedig most... Na, már csak az percig kell így tartani. Igen. Hello, Necro. De jó, hogy ezt nem tudom... emberi módja abszolválni. Nem ezt szeretném elővenni, hanem a lőfegyverem. Köszönöm. Miért nem tudom kiválasztani azokat a fegyvereket, amiket használni szeretnék? És közben nagyon látom ilyen értelmiségiekhez méltó társalgás zajlik a chatben. Hát igen. Egy megtisztelő, hogy itt lehetek köztetek, srácok. Üdvözöllek, falu széli mulatom. Ki kéne szedni a kurva? A falu széli. Igen, ez a... Aki nem jön volna rá, ez a szerver neve. Jaj, de jó, bele akadok láthatatlan a Pyro-ba. Láthatatlan Pyro-ba? Nem, én voltam láthatatlan, és egyszer belesétáltam a Pyro-ba. Já, az van másabb azért, egy itüket cikével. Igen, az néha problémát okoz. Ez a 7-10 most már, az anyám szemében nézhetek ma este, hogy volt értelme megszülnie. Hát ez a stat már lobbin elfogadható, ha ölték 2-3 mediket. Megmondom neked őszintén. Ja, de beugrok a Pyro elé és csodálkozom, hogy lágra kapok. Szerintem lassan veszem a fáradtságot, hogy itt nem jutoljam a tisztesség, kedves drága társaságot. Mert kezdjük elérni azt az értelmi szintet, ami alá veszélyes lenne süllyednem. Hát az itt nem fog előfordulni. Haha, kinyírtam a V+M1 Pyro-t, és ezt nem V+M1-ért kéne apostrofálnom, de tök mindegy. Majdnem összejött. Mit a flagot? Ilyen 6-8 próbálkozás után sikerült. Hát a frog mondjuk rohadtul izé. Épp pusztam egy fegyver, de mindegy. Áll! Ne gyújtogass már! Na jó, és akkor most viszont, hát visszacsinálta, viszont most vehetem a fáradtságot. Mute players! Kivétel nélkül mindenki! Bár lenne egy ilyen automatikus mindenkit mute-olgom. Csak azért nincsen, hogy téged idegesítsen. Igen. Megjegyzem, CSGO-ban még ilyen külön izéje sincs annak, hogy mutold őket. A tabla nyomásával kell egy ilyen háromszor ennyi macerával mindenkinek egyenként. Téged is mutoltalak. Haha! Urrá, mert azt én nagyon fogok beszélni izébe. Igen. Tudom. Egyértelmű. Magamat nem tudom mutolni. Ez az Audin.
És most magamat nem tudom mutolni. Na vajon miért nem? Nem tudom. Bár tudnám. Drágám, neked megyek, mert... Miért nem bírja... Nél, miért nem bírja reflektálni azért? Rakétát a gyereknek, hát mondjuk backburner elég érdekes. Reflektál ja, hogy... hármat és már nincsen rajta. Ja, vagy égre van meg én késem, nagy célkos. Nem megpróbáltam ezt az inkompetens soldiert megölni. Itt táncikálunk körül. Vagy nem, mert betolják a kocsit, nem baj. Lehetett volna rosszabb is. Ami szerintem a YouTube csatornának egy nagyon jó alcíme lehetne. Hát, ja, valahogy úgy.